napot kívánok, nagy tiszteletben köszöntöm valamennyi kedves nézőnket. Önök a Hungary Sport élő közvetítését látották Szombathelyen a Rohonci útról. A Haladás Sportkomplexumból következik a Mercantil Bankliga 14. fordulójából a szombathelyi Haladás dorog mérkőzés. Nagyon jó szurkolást és haligólokban gazdag következő mindegy másfél-két órát kívánok önöknek, Varga Zsolt és Kajtár Dániel kollégáim nevében is. Én Szita Róbert vagyok. És hát az NB2 14. fordulója 13 órakor már elkezdődött. Soroksár MTK 2-6, Siófok Szent Lőic 2-1, Nyíregyháza Budafok 3-0 és Csákvár Mosonmagyaróvár 2-1. Ezek a 13 órás mérkőzések végeredményei. Természetesen 15 órakor rajtunk kívül is lesz mérkőzés, Ajka Kazincparcika, Tiszakéske Gyirmót, Etu FC Győr Békés Csaba és Diós Győr Kozár Mislei mérkőzéseket rendeznek, a forduló pedig hétfőn a 20 órakor kezdődő Pécs-Szeged rangadóval zárul. És akkor itt Szombathely. A vendégek csapatában a kapus Borsos Vilmos, a mezőnyben Kárász Krisztián, Gyurác András, Albert Ádám, Magyari Szilárd, Víg Ádám, Pap Máté, Keresztes Krisztián, Sztojka Dominik, Szerencsi Miklós és Tomás Lénárt. A szombathelyi Haladás kapujában Verpesz István, a mezőnyben Borvető Áron, Lukás Simut, Cserny Kornél, Doktorics Áron, Csató Martin, Németh Milán, Csirus Tamás, Predrag Bosnyák, Derekas Zoltán és Rácz Barnabás foglal helyet a mezőnyben, tehát a cserepadon ülőkkel is majd foglalkozunk hamarosan. És hát a hitelességhez természetesen hozzátartozik, hogy a játékvezető Farkas Tibor, tartalék játékvezető Kovács Imre, asszisztensek Mohos Milán és Vörös Dániel, a játékvezető ellenőr Kéri Árpád, a szövetség ellenőr pedig Toma Árpád, és Farkas Tibor játékvezető hamarosan jelet is ad. Hát gyülekeznek még, és remélhetőleg ebben a pillanatban indult a mérkőzés. A dorogiak indították 90 perces útjára a labdát, és remélhetőleg még többen is leszünk. Hála Isten, a köd egyelőre nem zavarja a látási körülményeket, és bízunk benne, hogy nem lesz olyan élmény, mint tegnap a Paks-Vasas OTP Bankligás mérkőzés hajrájában. Papa labdával Albertet vette célba. Simut Mário fejelte ki, de újra a dorogiaké a labda, Pap. Keresztes. És a játékvezető azt jelzi, hogy szabálytalanok voltak. Szombathelyek, pontosabban Derekas. És ha már Derekasról van szó, akkor érdemes elmondani, hogy nyilatkozott a Haladás TV-nek. Ő elmondta, hogy komoly munkát végeztek egész héten. Kedden kezdték a felkészülést, aztán szerdán két edzés, csütörtök péntek. Szombaton is edzések voltak, és kompaktnak nevezte a dorog együttesét Derekas Zoltán, de hazai pálya lévén csak a győzelem lehet elfogadható eredmény, ezt nyilatkozta a szombathelyiek középpályása Derekas Zoltán. A dorogi szurkolók is eljöttek egy maroknyian, igen, meg is tudjuk őket mutatni, és hát eddig hangosabban biztatják az övéiket, mint a szombathelyi drukkerek, de nyilván lesz ez még másként is. Második perc, Haladás dorog 0-0. Mihály Hipp is elmondta természetesen a véleményét a mérkőzés előtt. Közben Rácz a labdával. Csirus. Bosnyákot indítja. Most pedig Doktorics. Csirus visszaadja Németh Milánnak a labdát. Nézzük a csékát. Bosnyákot választja. Doktor is tovább. Bosnyáknak be lehet azt a labdát adni. Játékvezető sípja, néma marad. Csató biztosít. Csirus.
Szóval Mihály Hipp elmondta a véleményét a meccs előtt, úgy fogalmazott, hogy az edzőváltáson keresztül esett csapat új impulzusokat kapott a dorogiek tekintetében, hiszen ismét is két hete Marjansz Luka, a Halagás egykori játékosa vezeti a dorogi szakmai munkát. Új játékrendszerben futballoznak, és az eddigiekhez képest több a játékos is lehetőséget kapott a dorogiaknál, akik eddig nem, ők pedig nyilván bizonyítani akarnak. Hiába vagyunk mi a favoritok, tette hozzá Mihály Hipp. Természetesen nehéz mérkőzésre számítok. Azonban a hazai pálya előnyét élvezve saját szurkolónk előtt mindenképp győzni szeretnénk, ezt Mihály Hipp nyilatkozta, a Szombathelyek vezetőedzője. Derekas a labdával. Rácz. Simut már jól lép fel a támadással, nézzük, akár lövő helyzetbe is kerülhet, most azonban eladja a labdát, Rász nem követte az akciót, Csirus szerzi meg a dorogiak elől a labdát, Csató. Ha tabellára tekintünk, akkor azt látjuk, hogy a vendégcsapat a dorog, a sereghajtó a 20. helyen foglal helyet, 10 ponttal, 2 győzelem, 4 döntetlen és 7 vereség áll a nevük mellett, közben egy szombathelyi szabadrugás következhet, majd 10 lőtt és 22 kapott gól, a legkevesebb győzelem a dorogiaké, 2 a mezőnyben, és a legkevesebb lőtt gól 10, szintén a dorogiaké. Hozzátesszük, a Kozár Mislánynak ugyancsak 10 pontja van a 19. helyen, és a kieső Békés Csabának is csak 12 van, tehát egy annyira nincs leszakadva a dolog. A szombathelyi haladás abszolút 50%-os teljesítménye, 5 győzelemmel, 3 döntetlen és 5 vereséggel, 18 ponttal a 9. helyet foglalja el. A gólkülönbségen azonban még lehetne javítani, hiszen a 12 lőtt gól az nagyon kevés, a 14 kapott pedig ehhez képest sok. Tabellára majd még visszatekintünk. Most azonban nézzük Rácot és Bosnyákot, ők állnak a labda mögött. 6. perc. Rácz beadása Csató fejét kereste, őt azonban megelőzte a dorogi védő. Kárász Krisztián, szöglet következhet. Amúgy nincs hideg, olyan 13-14 fok van itt Szombathelyen, de egész nap nem engedett a köd a szorításából. Csernik adja be, újabb szöglet. Most Csernik átengedi a lehetőséget Rász Barnabásnak. Nézzük Rácz Barnabást. Német Milánt kereste, ő azonban rossz helyre fejelte. Verpec pedig mondja Máriónak, Simut Máriónak, hogy adja haza. Hát Verpec labdája nem volt pontos, így a dorogiak jöhetnek. Csató. Doktor is nagyon szépen lépteti ki Rácot, üres a kapu, megemeli a labdát, és csodálatos gól! Rácz Barnabás a 7. perc végén átemelte a dorogiak kapusát, aki előtte megcsúszott, borsos hibáját kihasználta Rácz, vezet a haladás. Ez egy igazi mestermunka volt, és már a szurkolókhoz ki is ment Rácz Barna, és gratulálnak neki. Bravúros teljesítmény volt a 7. perc végén. Hát ez gyorsan ment. Én megmondom őszintén, 1-0-át fogadtam itt a
mérkőzés előtt. Akár le is fújhatná a játékvezető. Aztán menjünk haza, utána meg a Falkó meccsre. A kollégáim mondják, hogy lesz itt még gól. Hát majd elválik, de sokkal jobban örülünk természetesen, hogyha valamennyi találat a dorogi kapuba érkezne. És most már megjött a kedve a szombathelyi szurkolóknak is. Papp Máté küzdött nagyot a labdáért. Most ő hajítja be. Sztojka. Gyurác. Ugye ő szombathelyi nevelés. Magyari. Albert indítását lefüleli a szombathelyi doktori csáron. És már a gólszerző Trácz Barnabást indítja, ő pedig borvetőt keresi. Keresztes visszafejelte a szombathelyi csatár elől. De egy újabb labdaszerzés jelzi, hogy a haladás bizony komolyan gondolja, hogy hamar döntésre viszi a dolgot. Simut Mário végezheti el a touchot. Német Milán szerzett középpályán labdát, most pedig már Doktorics. Derekas. Újra Doktorics. Ő indul meg, szabadulni kellene a labdától, igen, Csernik, Derekas. Tizedik perc. Derekas beadja, itt a dorogiak azonban mentenek. Albert a labdával. Nem sokáig birtokolták a vendégek. Csillus. És újra a csapatkapitány Németh Milánnál a labda. Doktorics. És egy újabb szombathelyi szabadrugás következett a 11. percben, doktor is maradt lenne a gyepen. Rácz és Doktorics a labda mögött. Három fő sorfalat állított Borsos kapus, aki nagyot hibázott a gól előtt. Persze elcsúszott. Rácz, és bizony, vajon Csernik miért nem tudott a labda után futni? 11-est reklamálnak, de hát ezt a játékvezető nem adta meg. Nézzük a dorogiak akcióját a mérkőzés 12. percének végén. Simut Mário nagyon szépen technikásan vette a labdát, aztán a dorogi ellenfele elrántja a 16-oson belül. Szombathelyi szabadrugás következhet, mert Verpec végezhet el. Nagyon optimisták a dorogi szurkolók, azt éneklik, hogy mi leszünk a bajnokok. Nézzük a dorogiak akcióját. Magyari.
rosszul adta be a labdát Szerencsi Miklós, Posnyák lefülelte. Most pedig már indul a szombathelyi támadás, Németh Milán, doktor is kéri a labdát, Németh Milán nem őt választja, Csernik majd borvető a labdával. A szombathelyi drukkerek kezezést láttak, a játékvezetőt ez nem hatotta meg. Újabb haladás, bedobás következhet, a 14. percben járunk, és a 6. percben elvégzett két hazai szöglet után egy kapitányos dorogi hiba következtében Rácz Barnabás emelt át Borsos kapust a 7. perc végén, ezzel vezet a haladás 1-0-ra. Újra Rácz a labdával. Borvető. Keresztes tisztáz, most pedig már Albert. És egy dolog, a szabadrúgás jöhet. Derekast fegyelmezi Farkas Tibor játékvezető. Egy esetleges győzelemmel akár a 6. helyre is felléphet a haladás. Verpec a labdával. Hatalmasat birkóznak Borvető Áronék. Most Csillus elleni szabálytalanságot fújta le a sípmester. Derekas gyorsan elvégezte, azonban erre még nem adott engedélyt a játékvezető, így Rácz megismételheti azt, 15. percben járunk. Rácz a labda mögött. Aztán Bosnyák oda megy, elvégezte gyorsan, kicsit meglepődött a dorogi védelem. Sajnos Rácz most pedig elveszíti a labdát, és meglódul a dorogi játékos, Magyari Szilárd. De nem látott szabálytalanságot a játékvezető, így Simut Mário végezhette el a bedobást. Hát kezd leereszkedni a köd, én úgy látom. Remélhetőleg azonban még kitart ez 3-4-5-ig. Egyelőre a lámpákat se kapcsolták be a helyszínen, hiszen az MLS ugye tudomásul vette, illetve jóvá hagyta azt, amit a NB2-es klubok kezdeményeztek, hogy hétvégén ne kelljen villanyfényes mérkőzéseket tartani, helyette 13 és 15 órakor legyenek az összecsapások. Egyedül a hétköznap során engedték a esti mérkőzéseket, és lesz is még egy ilyen, ha jól emlékszem, november 9-én, amikor 17 órakor kezd majd a haladás. Bosnyák lódul meg. Kirúgás következhet. Csató fejelte a labdát ellenfele elől, Csillus. Németh Milán. Közben megkezdődött az OTP Bankligában az Újpest Puskás meccs is, és már a felcsútiak vezetnek is 1-0-ra a Megyeri úton. A 15 órakor kezdődött mérkőzéseken előtt szombathelyen esett gól, az Ajka Kazincbarcik elleni, a Tiszakécske Gyirmolt elleni mérkőzésén, valamint Győrött az Eto FC Békés Csaba és a Diós Győr Kozár Michelin mérkőzésen sem esett eddig találat. A 13 órás mérkőzések végeredményei: Soroksár MTK 2-6, Siófok Szent Lőrinc 2-1, Nyíregyháza Budafok 3-0 és Csákvár Mosonmagyaróvár 2-1.
a forduló utolsó mérkőzése hétfőn 20 órakor kezdődik. Pécs-Szeged rangadót rendeznek. Dorogi bedobás a 19. percben, Rácz Barnabás 7. percben szerzett találatával vezet a haladás 1-0-ra. Doktorics hagyja Bosnyáknak. Jóval nagyobbat tud dobni. Igen, borvetőt találja meg. Így lesz jó Rácznak, nézzük Rácz Barnabást! Jókor érkezett hátra Gyurász András, és ez pedig oldalháló. Bosnyák fejelte vissza. Német Milán pedig fejjel tisztáz, így dorogi bedobás jöhet. Ezt meg lehet ismételni, gyakorolhatják a dorogiák a bedobást. Kárász Krisztián végzi el. Szerencsi mutatja magát az alaponalnál. Ugye hát bedobásnál nincs elles. Német Milán pedig fejjel tisztáz szögletre. 20. perc, amikor elvégezhetik a dorogiak első sarokrugásukat. Sztojka Dominik megy ki végrehajtani a sarokrugást. Nézzük. Verpes tovább öklözi. Derekas próbálta meg kivágni a labdát, de ebből bedobás lesz. Pap Máté. Bosnyák szépen fedezte a labdát, úgyhogy Verpes kapus kirúgásával folytatódott az összecsapás. Rátekintünk a tabellára, azt látjuk, hogy a Pécs 29 ponttal vezet, másik a Diósgyőr 27 ponttal, a harmadik a Szeged 24-jel, hangsúlyozom, hétfő este Pécs-Szeged, tehát első harmadikkel rangadót játszik. És ha Szeged győz, és ma 15 órás meccsét megnyeri Diósgyőr, akkor akár csere is bekövetkezhet az élen. Negyedik a Gyirmót 23 ponttal, ötödik az MTK 21 ponttal, ez forduló előtti állás, közben ők győztek, tehát 24 pontosok. Soroksár, Szent Lőrinc 20 pont, Győr 19, két 18 pontos csapat, Aldás és a Csákvár a 9. helyen. Közben Német Milánt nézzük, Simut Mário pedig felszabadít, és akár borvetőjék meg is szerezhetik a labdát. Igen, Rácz lecsap rá, borvető elő, közben doktor is csatlakozik a támadáshoz, borvető mögé megy a labda sajnos. 11. a Kazinc Barcika, 17 ponttal. Ez egy dorogi akció, szépen futnak be üresbe. Ott a lehetőség még a 16-oson belül. Csirus és Simut nagyon jól zártak. Gyurász. Bosnyák fejeli ki, ez pedig már Derekas, és Derekas birtokba is veszi. Borvető mutatja magát, Derekas egyedül indul meg, Csernik követi az akciót. Csernik. Most jön a beadás. A borvető elő azonban kifejelik, Rácot ellökik. Játékvezető szerint ez nem volt semmi. Hát most Dorog rákapcsolt, és nagyon változatos játék alakult ki, hol a haladás, hol a Dorog próbálja veszélyeztetni a kaput, ellenfél kapuját.
Stoika. Pap. Folytatva a tabellát, 12. a Tiszakéske, 13. a Siófok, 16 ponttal, 14. az Ajka, 15 ponttal. A Nyíregyháza, a Mosonmagyaróvár és a Budafoknak egyaránt 14 pontja van, 18. a Békéssel van 12 ponttal, és a kieső helyen pedig a Kozán is nem jól mutat dolog, egyaránt 10-10 ponttal. Magyari. Ő tör be a 16-oson belülre, de Csernik nagyon szépen elválasztotta a labdától, most pedig Borvető ellen szabálytalankodnak. A kezdőkörben Rász a labdával. Derekas. Simut. Németh Milán, majd Mosnyák. Doktor is akár be is léphetne a 16-oson belőre, még cselezget. Borvető most ért a 16-oson belőre, várta a labdát. Derekas. Cserniket célozta meg. Doktor is, majd Derekas. Borvető kéri. A másik oldalon Doktoricsot választja azonban. Arra a labdára azonban az ötösön belülre nem érkezett senki. Gyurász pedig kicsit megzavarodott. Megijedt talán Cserniktől, és kigurította a labdát így. Szombathelyi bedobás jött a mérkőzés 25. percének végén. Bosnyaké a labda. Derekassal játszik össze. Most pedig be is kanyaríthatja. Ja, jól szépen csinálta, ha jól láttam, Borvető. De lestítélt az asszisztens, ha jól láttam. Csernik labda szerzése csak időleges volt, dologiak megkaparintották előle, és most már szövegetik a támadásukat. Keresztes a labdával, majd Durác. Stoika, majd Pap. Ebben már közbeavatkoznak a haladás védői, de a Dorogyék ezt még visszaszerezték. Magyarító pedig Doktor is veszi el a labdát. Csirus hibázott bele. És ott a nagy lehetőség akár a lövésre is. Magyari lövése mellé szállt a 27. percben. Csató. Borvető találja meg. Doktor is nagyon szépen, technikásan. Aztán a második csámán nem jön be. Simut Mário végezheti a bedobást. Aztán egy szabálytalanság Borvető Áronnal szemben. Nagyon sokat
küzd szombathelyi csatár a labdákért. Derekas. Most pedig már Csató. Horvető csúsztatja tovább, Rász irányába. Újra Simut. Doktorics. Bent ketten is helyezkednek Borvető és Csernik. Egyiket se találja meg a labda Vosnyáké. Csernik. Távoli lövés, ez nem veszélyes. Borsos kapujára. Szombathelyi haladás dorog, a mérkőzés 29. percében Rász Balnabás mesteri góljával, amelyet a 7. perc végén szerzett. 1-0 a hazai csapat javára. Csirus ellen nem fújta a játékvezető a szabálytalanságot, így meglódulnak a dorogiak. Ott a lehetőség előttük akár... Igen. Stojka játszott össze játékos társával, doktor is közben egy nagyon szép köténnyel. Játssza magát tisztára a magyarival szemben. Simut a labdával. Ezt a szellős helyzetet kellene most kihasználni a Halinak. Simut nem tudja magát átrágni a dorogi védőn. Derekas a labdával. És pedig Csirus. Átfordít Pedrohoz. Csernik. Borvető visszapasszolja. Németh Milán majd Csirus a labda útja. Simut. Nem jó a beadás, nem jut el Borvetőhöz, Derekas azonban visszafejeli. Csató. Derekas és Rácz a labda útja. Derekas. Derekas. Csernik, akár lőhetne is. Csernik lő. Borsos véd. 31. perc. Csirus. Simut. Csirus. Doktor is visszapasszolja Rászhoz. Bocsánat, Csernikhez. Csernik megint lő. És bizony, Borsos most is. Hát nem mondhatni, hogy a hiba nélkül játszik a dorogiak kapusa. Most is bizonytalan volt. Szöglet következhet. Doktor is és Rácz Barna a szöglettel, kis szöglet, Rácz, Doktorics, Csatót veszi célba, ő nem tudja visszafejelni, mert a dorogiak játékosának fejéről hagyja a játékteret a labda, így a 32. perc végén Csernik Kornél újabb haladás szögletet végezhet el. Rácz kéri a labdát. Borvető szorongatott helyzetben volt, nem jutott el hozzá a labda. Vosnyák. Nagyon szépen vissza, Rácz Barnát futtatja. A beadás azonban nem jó, sem Németh Milánnak, sem Borvetőnek. Borsos könnyedén felszedi a labdát.
Közben Győröt két gól is esett. Eto FC Győr Békés Csaba 1-1. Albert a labdával. Pap Máté. Csillus lábára rácsúsznak, és ezért jár a sárga lap. Albert Ádám volt az elkövető. Lecsendesedett a mérkőzés, most így a 34-35. Perc környékére. Jó lenne egy gólt még rárúgni erre az egy gólos előnyre, hogy megnyugtató fölénnyel mehessen az öltözőbe a haladás. Borvető. Csillus. Ez rossz labda. Fönnmarad a haladás, letámadja ellenfelét. És már megemlítettem, hogy a mérkőzés után sem maradnak sport nélkül a vasi sportrajongók, hiszen 19 órától Falkó szolnoki olaj rangadót játszanak a élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokságban, az Aréna Szaváriában. Nézzük közben derekast fölé. Ugye tegnap már a Körmend győzött az újonc Honvéd ellen. Nagyon magabiztosan játszottak a piros-feketék. Percekig 20 pont fölött is volt az előnyük, aztán a végén leadtak ebből, hiszen jól emlékszem 6-64 lett a vége. De magabiztosnak volt tekinthető a Rámba partiak sikere, és nyilván a Falkó is szeretné begyűjteni a hazai győzelmet, ezzel egyébként helyet cserélne a két gárda a tabellán, hiszen a Szolnok vezet, a Falkó a második. Nézzük közben Doktoricsot, Rácz a labdával, sajnos a labdája nem jutott el Borvetőhöz, azonban addig ügyetlenkednek a dorogiak, hogy ebből is szöglet lesz. És ha Rácz már ott jár, akkor kiballag a sarokrúgást elvégezni. Rácz nagyon önzetlen, egyébként Borvetőt akarta megjátszani. Lehet, hogyha kapura tűzi, akkor most már 2-0 áll az eredményjelzőn. Nem így tett. Nagyon gólt akarnak rúgatni Borvető Áronnal. Csillus. Most kirúgás jöhet. Nézzük a dologiak akcióját, a mérkőzés 38. percében járunk. Vajon eljutnak-e kapura lövésig a vendégek?
keresztes. Bosnyák jól zár. Kárász Krisztián végezheti el a bedobást. Bosnyák fejeli fel. És ez nagyon elkerüli a szombathelyi kaput. Emeletekkel a Merpec kapuja fölött hagyta el. Keresztes lövése, labdája, játékteret. 39. perc, szombathelyi haladás, Dorog továbbra is. Rácz Barnabás 7. percben szerzett találatával 1-0. Csató. Borvető próbálja megkerülni keresztest, illetve megtartani a labdát, sajnos azonban át szerintem lehúzták. Nem tudom, hogy nem így látta. Simut. Derekas megcsúsztatta, de nem volt jó Rácz Barnának. Most pedig már a csapatkapitány Németh Milán próbálta játékba hozni játékos társát. Verpec mellkassa szépen megszerítette a labdát, aztán Csernik felé indított. De azonban pontatlan volt, Bosnyák végezheti majd el a bedobást. Derekas kérje a labdát. Pedro nem őt választja. Borvető. Lehet, hogy Rácz Barna ezért megkapja a magáét majd, ha véget ér ez az akció. Gondolok egy sárga lapra. Sztojka. Játékostársa még mindig len van a zöld gyepen, nem rúgja ki a labdát. Pedig nagyon-nagyon szenved Szerencsi. Gyurác, tovább szövegetik az akciójukat a dorogiak. Hiába mutatják a szombathelyek, hogy rúgják ki. Nézzük ott a lehetőséget, visszafeje a labdát. És akkor most indul Derekas, hát akkor gyerünk, haladás. Használjuk ki, közben természetesen fölállt a dorogi játékos. Simut indul meg. Ketté szakadt a pálya, de keresztes visszaér. És felszabadít. És most Rácz megkapja a sárga lapját. Amit Szerencsi Miklós elleni szabálytalanságért jó egy perce járt volna, de akkor játékvezető tovább engedte a mérkőzést. Szerencsi Miklós továbbra is, illetve most újra lerogyott a gyepre, így Farkas játékvezető beengedi a egészségügyi személyzetet. 42. percben járunk, Rácz Barna 7. percben szedett találatával vezet a haladás. A 6. percben két szögletet is elvégezhetett a szombathely, jelezte, hogy meg akarja nyerni ezt a mérkőzést, hazai fölény domborodott ki. Aztán, mint említettem, Rácz egy védelmi hiba után a borsos kapus is elcsúszott a 16-os vonalában, ezt észrevette jó szemmel Rácz Barna, és átemelt a hálóőrön. A 20. percben jutottak el első szögletik a vendégek, aztán a 27. percben a magyari lövése szállt mellé, a 31-ben pedig Csernik kísérletezett egy középtávoli bombával, de Borsos kiütötte azt. Most a 43. percben járunk. Simut Mário végezheti el a bedobást.
Doktorics. Német Milán. Német Milán szerzett labdát, Doktoricsot indítja. Egy szép cseh. Most szabadulni kell a labdától, úgy van, Rácz, Csernik. Borvető középen várja a lasztit. Még mindig Csernik, szép cselek. Visszafelé passzol. Rácz, majd Doktorics. Derekast is beveszik a játékba, Doktorics aztán megindul. A második csel azonban hibás, közben lépnek a dorogiak, aztán újra Rácz a labdával. Csapatkapitánynál, Német Milánnál labda, majd Csató Martin. Simut. Csillus indítja borvetőt, borvető át is veszi a labdát, azonban hosszan pattan el tőle a labda. Így amikor Borsos elvégzi a kapus kirúgást, elkezdődik a rendes játékidő utolsó perce az első fél időben. Német Milán. Rácz. Derekas nem adja föl. És addig űzte, hajtott a dorogi ellenfelét, aki meglepően kirúgta a labdát, nem megjátszotta. Csernik közben. Keresztesbe lőtte a labdát. Egy perc a ráadás első fél idő végén. Akkor Predrag Vosnyák végzi el a belabást. Derekassal játszik össze. Újra Derekas. Csató majd Német Milán, hát egyre jobban ereszkedik le a köt, azért bízom benne, hogy nem lesz ez gond a második fél időben. Csillus veszít el egy csatát a légtérben, aztán visszaszerzi a labdát, Rász a labdával. Nagyon szépen Cserniknek! Csernik átadása azonban pontatlan, szerencsi felszabadít, és letelt az az egy perc is, de még ezt a játékvezető engedi. Rácz a 16-oson belül, visszapasszolja, ott azonban csak Stojkát találja, és ebben a pillanatban Farkas játékvezető három rövidet fúj a sípjába. Véget ért az első félidő, szombathelyi haladás Dorog, Rácz Barnabás 7. percben szerzett találatával 1-0. Szusszanjunk egyet, aztán jövünk vissza, és bízunk benne, hogy tovább növeli majd az előnyét a haladás. Következik a szünet.
Kedves nézőink, újra itt vagyunk, szombathelyi haladás, dorogmérkőzés a Mercanti Bankliga 14. fordulójában. Jön a második félidő, és a Rácz Barnabás 7. percben szerzett találatával vezet a haladás. Sok mindent nem kell hozzátennem, hiszen nem sok minden történt az első félidőben, ha csak nem annyi, hogy a 6. percben már a második szögletét végezhette el a haladás, jelezte fölényét, illetve azt, hogy a haladás komolyan gondolja, és szeretné itthon tartani a 3 pontot. És a 7. percben egy védelmi hiba után, amelyet Borsos kapus kifutása, illetve elcsúszása tetézett, Rácz Barna kitűnő helyzet felismerésének köszönhetően átemelte a dorogia kapusát, és ezzel szerzett vezetést a haladásnak. A 20. percben jutottak el először a dorogiak ahhoz, hogy sarokrugást végeztessenek el, majd a 27. percben Magyari lőtt kapura, de ez mellészállt. Csernik pedig a másik oldalon veszélyeztette a dorogi kaput, de Borsos most a helyén állt a 31. percben. Így állunk most, közben 3-at is cserélt a dorog együttese. Marian Szlukatát nem volt elégedett az övéivel, nem is csodálom. Borsos a kapuban. Bekapcsolták közben a reflektorokat. Száll le a köd, de bízunk benne, hogy 45 perc, amíg tart még ez a mérkőzés, nem okoz majd gondot a mérkőzés látási körülményeiben. Nyilván nem pont nélkül akar távozni a dolog, ezért is cserélt Marian Szluka 3-at. És most már gondolja, hogy teljesen mindegy, hogy 1-0 vagy 2-0 legyen, de legalább lehetőséget ad másoknak is, akik esetleg új impulzust, új lendületet tudnak vinni a vendégcsapat játékába. Egy kis kitekintő, velünk egy időben 15 órakor kezdődött mérkőzéseken. Közben nézzük a dorogi akciót. Egy lövés, és ott az 1-1! Ez hihetetlen! Stojka Dominik az első fél időben is többször meglódult. Verpes ezt nem védhette a hosszú sarkot, kilőtte a dorogi játékos. A 48. percben egyenlít a dorog. Hát ennél jobb második félidős startra számítottunk. Szombathely dorog 1-1. Hát ez a mérkőzés már nem lesz 1-0 sem, meg 2-0 sem. De legalább egy jó mérkőzést láthatunk talán. Szóval Ajka Kazincbarcika 0-0, Tiszakécske Gyirmolt 0-0, Eto FC Győr Békés Csaba 3-1, Diózsgyőr Kozár Miszlány 0-0. A 13 órakor kezdődött mérkőzések természetesen már mind véget értek, Soroksár MTK 2-6, tehát a kékfehérek megtalálták újra a góllövő cipőjüket. Siófok Szentlőrinc 2-1, Nyíregyháza Budafok 3-0, és Csákvár Mosonmagyaróvár 2-1. A forduló a Pécs-Szeged rangadóval ér véget, hétfőn este 20 órakor kezdődik az a mérkőzés. Hát akkor most koncentráljunk most már tényleg ide. Eddig is természetesen koncentráltunk, de Stojka találata, reméljük, hogy nem zavarja meg a haladást annyira, hogy ne tartsa itthon a 3 pontot, ehhez természetesen minimum egy gólt be kell préselni Borsos kapujába. Továbbra is a dorog lép fel támadólag. Kovács. Kárász.
Doktor is szerzett szépen labdát, Rácot indítja. A borvető kéri. A borvetővel szemben szabálytalankodik. Urác András, így szombatai szabadrúgás következhet. Mérkőzés 50. percében. És most mondom már a szombatai sportrajongóknak, hogy ezzel még nincs vége, hiszen 19 órától Falkó Szolnoki Olaj, igazi csemege, igazi rangadó a férfi kosárlabda bajnokság élvonalából, doktori csaladával, de 19 órakor az Aréna Szaváriában találkozunk. Csilus lecsúszik a lábáról, de Simut ezt még eléri. Németh Milán. Dorogyi szöglet következhet. Stojka Dominik az egyenlítő gól szerzője, ment ki a sarokrugáshoz, és érdemes figyelni, talán majd kollégám meg tudja mutatni Marianne Lukát, hogy az egész 90 perc alatt hogy űzi, hajtja játékosait. Természetesen ugyanez elmondható Mihály Hipról, a hallás mesteréről is. Stojka szöglettel. Csillus előzte meg a Dorogyi játékostársát. Dorogyi bedobás következhet, 52. perc, Rácz Barna 7. és Stojka Dominik 48. percben szerzett találatával haladás Dorog 1-1. Csernik. Borbető. Most Pedro a labdával, Rácz mutatja magát, Csernik kapja. Csernik elszánta magát egy távoli lövésre, hát nem kellemes helyen találta el ellenfelét. Kárász Krisztiánt, de talán nincsen semmi baj, így szombathelyi sarokrugás jöhet. Rácz ment ki elvégezni. Hátul Basnyák és Simut Mário maradt, többiek mind a 16-oson belül helyezkednek, jön a szöglet. Kifejelik a dorogiak. Doktor is talán meg tudja szerezni. Nem. Pap Máté a labdával. Na, talán magához tért a haladás, és újra mezőnyfölényben fogja lejátszani a hátralövő mindegy 40 percet. Csernik szabálytalankodik, Albert Ádám volt a szenvedő fél. Hát, Marian Szoka cseréi valóban új rendeletet adtak a dorogiaknak, hiszen a 48. percben Stojka egyenlített, és azóta is jól játszik a vendég csapat. Csereként beállt Kovács Olivér a labdával. Borsos. Újra Kovács.
A haladás játékosai is természetesen már melegítenek. A Szombathelyeknél a cserepadról bevethető Pálfi Donát a kapuban, mezőnyben Hursán György, Albán Tajpi, Nagy Rihárd, Sipos Zoltán, Tóth Máté, Devecseri Szilárd, Bolla Gergő, Nyíri Vince, Molnár Rajmond, Lencse László és Tarján Patrik várja, hogy Mihály Hipp magához hívja és bevesse. Derekas a labdával, Derekas melyik? Derekas lő! Beleléptek a dorogiak, Csernikhez pattan a labda. Csernik a 16-oson belül, jól húzza meg, a beadásába azonban belelépnek és nem szöglet lesz, hanem visszafelé pattan a labda. Aztán Csernik a szabályra. Kispadra tekintünk, a vendégeknél Molnár Zsombor, a cserekapus. Bevethető Nagyházi Dávid, Tóth Barnabás, Oldal Tibor, Lustik Levente, ha jól láttam, Szedlár Zoltán bejött, Ferkó Máté, Rácz Ferenc, Kovács Olivér is bejött, Barna Gergő és Baldics Patrik. Barna Gergő, ő a harmadik csere, akit említettem, tehát Barna Gergő, Szedlár Zoltán, és Kovács Olivér, már a cserejátékos, aki a szünetben. Váltott a társait. 57. perc. Hát Szombathely ma nem sok napfényt látott. Végig ködös idő volt, és hát most a stadionra is rátelepszik már a réteg felhőzet. Bosnyák. Rácz ellen szabálytalankodtak, továbbot int azonban a játékvezető. Borvető nem tudja tovább vinni. Rácznak nincs baja. Német Milán csatázik nagyot ellenfelével, egy csereként vált Barna Gergővel. Újra nála a labda. Rámeli! Hát nem volt veszélytelen, a Verpes távolról nézte, de pár centivel hagyta el csak a felső léc fölött a játékteret Barna labdája. Jó lenne most már fölírni egy szombathelyi helyzetet is, vagy akár gólt. Bosnyák, Simut, borvető, nagyon jól tette vissza Doktoricsnak, sajnos azonban a labda elhagyta a játékteret, egy nagyon jó sprintelt Doktorics Áron az oldalvonal mellett, az asszisztens zászlaja azonban megállította. Csató lép közbe. Borvető szépen fejelte le Rácznak a labdát. Nemmal őt megelőzték a dorogiak. Csirus keménykedik. Kárász. Albert teszi be. És bizony érkeztek a labdára. Vég Ádám elől mentett, ha jól láttam, Német Milán. Ali csékája. Kőkemény hátvédnek akadnak most problémái. De hát ez katona dolog Német Milánnak. Ez
Sztojka végezheti el a sarokrugást. 60. perc, szombathelyi haladás, Dorog 1-1. Ajja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 jj
fordított a dorog. A 60. percben haladás dorog, 1-2. Örül is a dorogi szurkolótábor. Sztojka szögletére a csereként beállt Kovács Oliver érkezett. Hát ezt ki gondolta volna 15 perccel ezelőtt? Hát le a kalappal Marianne Sluka cseréi előtt. Hideg zuhany. Bízom benne, hogy Mihály Hipp is előbb-utóbb cserélni fog, hiszen új lendületet kellene adni ennek a csapatnak, olyan, mint a öltözőben maradt volna a szombathelyi haladás. Igen, most már Mihály Hipp szól is. Devecseri Szilárdot hívja magához. Igen, potenciális sárgalap. Jön Molnár Rajmund is, és talán Nyíri Vincét látom. Albert kapott a derekához, derekas közben a labdával, és ezt is visszaszerzik a dorogiak. Hihetetlen, most mindenben szerencséjük van. És Csirus pedig, ha jól látom, kap egy sárga lapot. Igen, nem tudja kimagyarázni. Farkas játékvezető felmutatja neki. Hát nem jók az előjelek, nem jók az előjelek. Németh Milán is lemarad közben a védelem tengelyének oszlopos tagja, a csapatkapitány, hát nyilván valószínű, hogy Devecserit azért hívta magához Mihály Hipp. Németh Milánnak már az előbb is problémái voltak. A gólt megelőző szöglet helyzet ugye akkor ütközött, ha jól láttam, véggel. És Németh Milán le is jön. Hármat cserél Mihály Hipp. Borvető Áron is lejön, Doktorics Áron is lejön, és Németh Milán hagyja el még a pályát. Változtatni kell egyértelműen. Közben Ajka, Kazincbarcika 0-1, Tiszakéske, Gyirmót 0-1, Eto FC Győr, Békés Csaba 3-1. Jó Győrben még mindig nincs gól. Ott a Kozár Misleny vendég szerepel. Hát igen, csak magamat tudom ismételni, hogy ki gondolta volna ezt 15 perccel ezelőtt a haladás szurkolótábora. El is csendesedett, tehát akkor a hitelesség kedvéért, a jegyzőkönyv kedvéért Németh Milán helyett Devecseri Szilárd folytatja, Borvető Áron, Molnár Rajmund váltja, és Doktoris Áron helyett pedig Nyíri Vince a pályán. Derekas. Szombathelyi bedobással folytatódhat a mérkőzés, a 65. percben járunk, Karánc 7. percben szerzett vezetést a haladásnak. Aztán Sztojka a 48. kiegyenlített, Kovács pedig a 60. percben fordított, és vezetést szerzett a Dorog együttesének. A sereghajtó vezet tehát Szombathelyen. Ajjaj! Ajjaj! Jó lépett ki a védelemből. Papa labdával.
Bosnyák megoldja rutinból. Kapus kirúgás jöhet. Devecseri kéri és kapja a labdát. Gyerünk, Deve! Nagyon jó, jöhet még a fejelő tudás, akár szögletnél, akár szabadrugásnál, akár természetesen hátul a vendégek támadásainak végelhárításában. Molnár a labdával. Hamar meglőtte a két gólját a bajnokság kezdetén, aztán gólcsend, sérülés, gólcsend. És most újra ott, igaz, hogy csereként, de újra ott Molnár Rajmond a pályán. Bízunk benne, hogy újra felvette a góllövő csukáját. Devecseri. És most Borsos hozhatja játékba a labdát. Természetesen most már ő nem siet. Eddig nagyon gyorsan végezte el a kapus kirúgásokat, most nyilvánvalóan lassítani fogja a játékot. Most már a dolognak nem sietős. Nagyon változott a helyzet 4 óra alatt. Meg is unta Farkas játékvezető, és rá is szólt Borsosra, hogy jó lenne most már elvégezze a kapus kirúgást. Derekas fejeli fel a légbe. Újra Derekas. Nézzük a haladás akcióját. Nyíri mellette, kapja. Középen Molnár Rajmut helyezkedik. Nyíri Vince nagyon szépen teszi magának vissza. Hát ez gyenge befejezés volt. Derekas ezt erősebben is rálőhette volna. Főleg pontosabban, vagy pedig Molnár Rajmutat is célba vehette volna. Újra Borsos. Dorogi bedobás jön. Nagyon hamar visszaszerzik a dologiak a második fél idő kezdete óta a labdákat a haladás játékosaitól. Mostanában rám cáfolnak a zöldfehérek, Simut indul meg. Molnár Rajmond. Szabálytalanul választották el a labdától, így a Hali végezhet-e a szabadrugást. Farkas azonban visszarendeli, és pontosan nem tudja, hogy honnan hajtsák végre látszik a szabadrugást. Nyíri, Simut, majd Rácz. Csillus. Visszaszerzi szépen, Derekasnál a labda. Bosnyák, jöhet a beadás. Molnár Rajmund. Játék, illetve amelyen Szuka mondta, hogy ne bánsd, nem is bántották. Viszont szögletrúgás következhet. Rácz és Csernik a sarokrugásnál. Csernik elmegy onnan, nincs kis szöglet. Rácz most adja be. Devecseri is felment, de nem tudott fejelni. Csatóval párban. Az ikertornyok. Most viszont meglódulnak a dorogiak. Albert. Ez elérhetetlen. Csató. Devecseri.
Bosnyák cselezi be magát. Nézzük az indítása milyen. A Borsos kedvezőbb helyzetben van és jövő a labda. A 15. fordulóban jövő vasárnap Békés Csaba haladás mérkőzést rendeznek. A Siófok pedig Dorogra látogat. A Békés Csaba mérkőzés 13 órakor kezdődik. November 6-án. 1143 fizető néző a Ronci úton. Cserny közben. Jaj, ezért nem kellene. Ez most nem a haladás pártjára. Malmára hajtja a vizet. Csernik, nem tudom, odaütötte. Mindenesetre nagyon fájdítja az arcát, fejét a dorogi játékos. Szluka piros lapot reklamál. Cserniknek sárga lapot fog felmutatni Farkas. És felmutatja a dorogi játékosnak is. Barna Gergőnek. Marián Szluka nem érti. Paulis Patrik fog beállni közben. Vég Ádám hagyta el a játékteret, illetve most hagyja a játékteret, még megköszöni a játékvezetőnek és játékostársainak is az elmúlt 72 percet. Hát, hogy így áll a játék és nincs ritmusa a mérkőzésnek, ez egyáltalán nem jó haladásnak, de Becseri közben a labdával. Rosszul mondtam, tehát nem Paudic, hanem Ferko Máté állt be. Szerintem én mondtam jól, mert Paudic Patrik van megadva 99-es messzámmal. Lehet, hogy a hangos bemondó hibázott. Ferko a 19-es, Paudic a 99-es messzámú játékos, és én a 99-eset látom ott elől Csató Martin környékén helyezkedni. Nyíri csapott le a labdára, most pedig már indul a haladás akciója, Csernik nem éri el, Rácznak viszont jó lehet, mellette Bosnyák csatlakozik az akcióhoz, Rác, Csernik lő! És szöglet, mert megpattant az egyik dorogi játékoson, aki nem más, mint Lénárt Tomás. Jön a szöglet. Molnár fejjel ott a 2-2! Csodálatos volt! Szépen jött be a sarokrúgás Rácz Barna részéről, aki most már egy gól, egy gólpassz. Molnár Vajmund pedig megszerzi harmadik találatát az MB2-ben. Haladás Dorog, tehát 2-2. Rácz adta be a szögletet, Molnár Vajmund pedig fejjel érkezett. Szép volt Rajmi, ez a szombatai haladás dolog. 2-2 a mérkőzés, 74. percében esett ez a találat. Bármi lehet itt még, Bosnyák. Meg lehet azt a 3 pontot szerezni, itt hol lehet azt tartani. Nézzük a dorogiak akcióját. Rácz ment. Közben Lencse is a pályán, Csernik ment le. És azt a mekkorát védett Verpec.
Hát igen, most nem sokat törődnek a játékosok, illetve a csapatok a védekezéssel. Simut törhet át a Dorogiak védőfalán. Lencse a labdával, nem visszafele kéne cselezgetni. Rácz. Rácz jól játszik. Csilos. Devecseri. Devecseri, Molnár Rajmudot veszi célba. Ő csak visszafejelni tudja. Az nem jó, Simut Máriónak. Mentenek a Dorogiak. Paudics. Elő Csató. Adja haza. Verpes majd újra Devecseri szövegetheti a zöldfehér csapat újra a támadását. Csató, majd Rácz. Simut. Nem volt jó. Paudics. Nézzük a Dorogiak akcióját. Most már 16-oson belül járnak. Szöglet következhet. Szedlár Zoltán kavarta meg ott a védelmet, és a sarokrúgást pedig Keresztes Krisztián fogja elvégezni. A 77. percben járunk, haladás Dorog, 2-2. Gyerekas próbáltak felszabadítani, aztán Dorogiak eltörik a labdát, így Verpes végezheti el a kapus kirúgást. Barna Gergő volt egyébként a kettes az előbb. Devecseri Csillus. Most nyírja a labdával, talán még meg lehet, igen, Nyír Vince. Szépen Lencsének, Molnár nem figyelt, vagy úgy gondolta, hogy lesen áll, nem tudom. Reméljük, hogy jó hajrá következhet. Derekas. Lencse. Lencsét föllökik. Azért Szombathelyi szabadrúgás következik. Devecseri pedig nem engedik, hogy elvégezze a szabadrúgást, és egy sárga lapot ki is oszt. Farkas játékvezető teljes joggal. Verpes a labdával. Marinár Tomás kapott sárgalapos figyelmeztetést. Ajka Kazinczból a cika 0-1, Tiszakéske Győr Gyirmolt, bocsánat, Tiszakéske Gyirmolt 0-1, Eto FC Győr Békés Csaba 4-1, Diós Győr Kozár Mislány 1-0. Devecseri közben. Küzdelem a labdáért, Derekas. Devecseri. Nagy Csillus. Rácz a labdával.
Csató fejelte vissza. Csilos. Molnár Rajmund. Eléggé leereszkedett a köd, már sok mindent nem lehet látni a másik oldalról. Simut adja be. Molnár Rajmund. Rácz. Visszaszerzi Molnár Rajmund, de aztán kicsit felszabadítanak a dorogiak, de újra a haladásnál a labda. Rácz. Most kapja Molnár Rajmund. Szép cselek, és lő, és ott a gól! Nagyon szépen kilőtte a hosszú sarkot. Igazi csatár teljesítmény volt. Bravo, 81. perc, Molnár Rajmund. Hihetetlen jó csere volt, hiszen a 74. percben kiegyenlített, a 81. percben pedig két kiváló csel után kilőtte a hosszú sarkot. Vezet a haladás újra. Haladás dorog tehát a mérkőzés 81. percében Molnár Rajmund második találatával, mert már összesen a negyedik a ligában. 3-2. Most akkor újra lefújhatná a játékvezető a mérkőzést. Ezt mondtam 1-0-nál is. Paudic végezhette el a kezdőrugást. Szombat egy bedobás. 8 perc van hátra a rendes játékidőből. Bosnyák megoldja Barna Gergővel szemben. Lénárt. Újra Bosnyák. Molnár Rajmund tartja meg a labdát, aztán mégis elrúgják előle. Rácz. Szombathelyi haladás végezhetően a szabadrúgást. A 83. perc végén járunk. Rácz. Valamint Molnár Rajmund két góljával, Stojka, illetve Kovács találtaival szemben, a haladás dorog 3-2. Devecseri. Molnár! Jó volt az elképzelés. Csirus. Hát jó, hogy nem 5 órakor kezdődött ez a mérkőzés, lehet, hogy nem sokat látnánk belőle, ha 7 órakor lett volna vége. Újabb csere. A vendégek. Rácz Ferenc, aki ugye hát elég sok időt lehúzott a haladásban. Albert Ádám hagyta el a játékteret. Rácz a labdával. De Bosnyák kér segítséget. Láthatóan fáj a lába. Nem is tudja elfoglalni helyét a védelemben. A dorogiak szabadrugása, el kéne lőni onnan. Bosnyák emeli ki. És most pedig lefekszik a gyepre, aztán megint feláll.
Bosnáknak láthatóan problémái vannak. Molnár Rajmund. És Bosnyák leül a gyepre, várja, hogy segítsenek rajta. A játékvezető pedig beengedi a szombathelyi egészségügyi személyzetet. Dr. Krugberger Simon és Orbán Gergő, aki segít Predrag Bosnyáknak. Hát egy gólgazdag mérkőzést láthattunk, kedves nézőink, lassan összefoglalom az elmúlt 90 perc történéseit, és ennek csak örülhetünk, és főleg annak is, hogy a haladás neve mellett áll a nagyobb számjegy, a hármas, a dologiak neve mellett pedig a kettes, ez pedig 3 pontot jelenthet a haladásnak. Bosnyák lejön a pályáról, és Hursán György áll be, természetesen Pedrónak jár a taps. Devecseri végzi el a szabadrugást. Dorogi szabadrugás jön a 87. percben. Nézzük a dorogiak akcióját. Szépen mentenek a haladás játékosa, ez utolsó próbálkozásai ezek a vendégcsapatnak. Rácz a labdával, mármint Rácz Ferenc. Most pedig Nyíri szabadít fel, és Molnár Rajmundot vette célba. Haladás bedobás jöhet. Ajka Kazincz-Barcika 1-1, Tiszakéske Gyirmót 0-1, Eto FC Győr Békés Csaba 4-1, Diós Győr Kozár Mislány 1-0. Az egy órakor kezdődött mérkőzéseken már végeredmények vannak, Soroksár MTK 2-6, Siófok Szent Lőrinc 2-1, Nyíregyháza Budafok 3-0, Csákvár Moson Magyaróvár 2-1. A forduló a Pécs Szeged rangadóval ér véget holnap, hétfő este, körülbelül 22 órakor. Kárász a labdával. 2 perc van hátra a rendes játékidőből. Hát Devecserén nem fogsz ott átmenni. Igen. Aztán dorogiaknak ad bedobást? Igen. Jöhet a hatalmas touch Kárász részéről. Ó, ezt nem hiszem el. Hát, ha jól láttam, Gyurács fejéről száll tovább a labda, a gólszerző pedig Lénárd Tomás teljesen közelről a 89. percben. Hat gól, ebből 5 a második félidőben, kedves nézőink. Közben ápolást kér a dorogi játékos, amikor átfordulunk az utolsó percben, a rendes játékidő utolsó percében. Nyilván lesz legalább 3-4 perc ráadás, hiszen több ápolás is megszakította a játékot, de hát ez nagyon nem hiányzott, és benne se volt a játékban. Hatalmas bedobást végezhetett el Kárász, aztán ha jól láttam, tovább csúsztatta az egyik dorogi játékos, talán Gyurács volt az, és a gólszerző Lénárd volt a 89. percben. Hát a dorogi szurkolók azok nem fáznak, hogyha a kollégám megmutatja, egész jól levetkőztek önmagukból, vagy kivetkőztek önmagukból, nagyon jól érzik magukat.
a másik oldalon a néma csend a szurkolói, haladás szurkolói táborban. Hát senki nem számított itt Szombathelyen. De hát több alkalommal is megfordult ez a mérkőzés, hiszen Haladás szerzett vezetést a 7. percben. Aztán a szünetben 3-at cserélt Marian Sluka. És nagyon jól kapcsolódtak be a cserejátékosok, hiszen 15 perc alatt megfordították a játékot a dorogiak, így alakult ki 1-2-re. Aztán jól cserélt Mihály Hipp is, hiszen Molnár Rajmond 2 góllal ugyancsak megfordította a mérkőzést, így lett 1-2-ről 3-2 a szombathelyiek javára. És most a 89. percben Lénárt egészen közelről bevette Verpec kapuját 3-3, és közben Farkas játékvezető 5 percet fog hosszabbítani. Ennyi ideje van hátra Haladásnak, de ugyanennyi ideje van hátra a dorognak is. Hiszen ez a mérkőzés még most sem lefutott. Bárki megszerezheti a 3 pontot, de a mérkőzés képe alapján lehet, hogy döntetlen fog születni. Nem pontozás a sportág, úgyhogy itt, aki több érvényes gólt szerez, azért lesz a 3 pont. Borsos! Nyíri! Marian Sluka űzi, hajtja az övét, akár csak Mihály Hipp, hiszen mindkét mester érzi, hogy ebben a mérkőzésben benne van a 3 pont. Verpec lövi előre a labdát. Pavlovics. Csivus hiába szerezze meg a labdát, előtte már szabálytalankodtak játékos társai, így a szabadrugás jöhet. Egy perc telt el a kiszabott 5 perces ráadásból. Verpec a szabadrugással. Devecseri. Rácot hozza játékba, de ez túl hosszú. Egy darabi bedobás jöhet. Hát amikor 1-0-val elmentünk szünetre, én nem gondoltam volna, hogy 6 gól lesz ezen a mérkőzésen. Igazán közönségszórakoztató mérkőzés, hiszen hol egyik, hol másik csapat szerzett vezetést. Dorog is fordított, aztán a Haladás is fordított, most pedig, mint ha mi sem történt volna, 3-3 az állás. Érdekesség, hogy az eddigi 13 forduló alatt összesen 10 gólt szerzett a Dorog, most 90 perc alatt 3-at. Szépséghiba, hogy épp a Haladás ellen. Rácz a labda mögött. Devecseri és Csató is ott a 16-oson belül helyezkedik, ott a fejes, és ott a gól! Derekos Zoltán! Megvan a 7. gól! Hihetetlen! 7 gól! És ez a 90 plusz 3. percben Derekas. És még nincs vége, még mindig van hátra 2 perc. Rász góljával vezetett a Haladás a 7. percben, aztán így is mentek szünetre. Aztán jött 3 új játékos a Dorog csapatába, és megfordították 15 perc alatt a mérkőzést, így lett 1-2, Sztojka és Kovács volt a 2 gólszerző. Aztán bejött Molnár Rajmond is, mert Mihály Hipp becserélte, és ő is megfordította 15 perc alatt a mérkőzést. Így lett 3-2, aztán Lénárt a 89. percben egyenlített, és amikor Farkas játékvezető felmutatta, illetve a tartalék játékvezető az 5 percet, ezt nem várta meg a Haladás, hiszen Rácz szabadrugása után Derekas újra vezetés szerzett a Haladásnak. Így állunk 4-3, akkor, amikor már csak mindegy másfél perc van hátra a kiszabott 5 perces hosszabbításból. Rácz a labdával, Simut.
Simut Lencsét veszi célba, Lencse meg is kapja a labdát, a másik oldalon Molnár követi az akciót. Lencse ki tudja cselezni az ellenfelét, igen, már betör a 16-oson belőle, aztán szabálytalankodnak vele szemben, de kívül volt, nem baj. Hát ezt az utolsó percet eltöltjük. Mire elvégezzük, le is jár a 5 perces ráadás. Hát meg nem mondom, ki végzi el a szabadrugást, áll Rácz, áll ott a labda mögött. Le kéne fújni ezt a mérkőzést, kedves farkas játékvezető. És igen, ebben a pillanatban felharsan a három. Rövid csípszó, farkas lefújja a mérkőzést, szombatai haladás, dorog 4-3, még egyszer, tehát rátszerzett vezetés a 7. percben, aztán a cserejátékosok fordítottak a dorog részéről. Előbb Stojka volt eredményes, majd Kovács Oliver. Aztán a csereként bánt Molnár Rajmund ugyanezt megtette, ő is 2 gólt szerzett a haladása vár, és így a haladás fordított lett 3-2. Lénárt a 89. percben egyenlített, majd a ráadás perceiben Derekas Zoltán volt eredményes. Így a gólgazdag mérkőzésen 7 gól esett itt szombathelyen a Rohonci úton, amiből a haladás szerzett többet. Szombathelyi haladás dorog 4-3. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Varga Zsolt és Kajtár Dániel nevében is. További kellemes hosszú hétvégét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra a közlekedésre, hiszen nagyon sűrű köd ereszkedett le ide Szombathely környékére. Temetőjáratokba óvatosan közlekedni, és már most elmondom, hogy jövő héten Békés Csabán szerepel a haladás. Jövő vasárnap 13 órakor a Békés Csaba vendége lesz, a dorog pedig a Siófokot fogadja. Viszont hallásra továbbra is ne felejtsék, hajrá Hali, és csak sport és más semmi. További szép estét!